Szeretet himnuszánál. Gondolataim a szeretetről. Szeretet himnuszánál nincs szebb a világon. Pál apostol írta a bibliai tájon, olyan gyönyörű szép érzésekkel, szavakkal, alázatosan, de mégis méltó malasztal, ahogyan nem fogalmazta meg jobban senki. Hogyan kell szeretetről melegséggel szólni. Mindennél fontosabb a szeretet, mert ha nincs, lehet bármilyen vagyon, ékszer és drága kincs, semmik vagyunk, mert ez az élet mozgatója, szerelem, barátság, becsületnek rugója. Szeretet himnuszánál nincs szebb a világon. Pál apostol írta a bibliai tájon. Tisztességgel és igazul szólni nem lehet, ha mellőzzük belőle a szeretetet, amely nélkül az emberi együttlét talmi. Ha nem szívből szólóan jön, hanem hatalmi szóval, erővel kényszerítik valakire, akkor szeretet nem igazálhat senkire. Minden napok örömében, gyarlóságában merítkezzünk meg a szeretet hatalmában. Szeretet himnuszánál nincs szebb a világon. Pál apostol írta a bibliai tájon. Belülről jövő érzésekből táplálkozzon, egy emberöltőn át szilárdan megmaradjon úgy, ahogyan a szent apostol megüzente, gyönyörű csokorba szépen összekötötte. Jelennek szólóan is érvényes üzenet. Aki mellőzi, az nem érti az életet a maga szépségeivel, gyallóságával. Mának élve törődik önnön forrásával. Szeretet himnuszánál nincs szebb a világon. Pál apostol írta a bibliai tájon. Nappalok, éjszakák nem telhetnek nélküle. Nem újjon el soha szívünknek szeretete, hisz hiánya semmi mással nem pótolható. Szeretet egyik boltban sem vásárolható. Hittel és alázattal nincsen lehetetlen, de soha ne feledd el egész életedben, szeretet himnuszánál nincs szebb a világon. Pál apostol írta a bibliai tájon. Szeretet himnuszánál nincs szebb a világon, de soha az életben ne feledjük el. Nagyon jó.